Annám. Kivettem a párnát a segéd alól, mert nagyon kényelmetlen. Igen? Ilyet soha nem mondunk egy nőnek. Kivettem a párnát mögüled, mert nagyon kényelmetlen. Köszönjük szépen. De itt van? Jó, ez nem. Téged zavar egyébként, hogyha ilyet mondanak neked, hogy a segéd alól veszik ki valaki? Figyelj, én szerintem ebből nem csinál problémát. Ha ilyen jól nem ismerjük még egymást. Nem, mert olyan mindegy. Szóval számomra mind a két úr ilyen gyakorlatilag... Közömbös? Hát van azért különbség köztük. Éppen csak egy nüansznyi. De... Csak egy árnyalatnyi, úgy mondanám. Picit hosszabb a hajapákon. Igen. Zoli egyszer azt nyilatkozta, hogy szeretné... Tehát van egy-két ember, akit úgy bele lehetne lökni a Dunába. Na, de dobnék neki mentővet. Igen. Az Zoli engem beledobna a Dunába. Igen. Aha, igen. Én ezt nem tudtam, tehát nekem minden előről kéne kezdeni, hogy miért. Tehát, hogy ha elmondanád... Zoli, nem tudom, miért? Valahogy a produkció nélküli produkciók kerültek szóba, és akkor egy pillanatnyag jó megoldásnak tűnt, de én nem mondom azt, hogy én haragszom bármelyikőtökre, és én nem haragszom senkire. Csak éppen akkor így ez az ötletem jött, és én ezt most is elmondom, jó megoldásnak tűnt akkor, bár nem biztos. Mondom, dobnék mentővet. Most, hogy Fákó olyan aranyosan viselkedett, hogy őt nem tudnám bántani igazából. Hát de meg is megbántottál ezzel. Megbántottalak? Persze. Akkor rohagyd meg.